Szeptember 18-án délután nagyon sokan érkeztek a piac térre, hiszen egy nem mindennapi eseményre két projekt alapkő letételére került sor. Tiszafüred város önkormányzata több mint 760 millió forintos a terület és település fejlesztési operatív programtól elnyelt támogatásból két projektet kíván megvalósítani, az egyik a Tiszafüred belvárosának fenntartható közlekedés fejlesztése, a másik a Zöld Városprogram. Az ünnepség előtt az Extreme Dance Team táncosai szórakoztatták a vendégeket. Az esemény díszvendége Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter, Újvári Imre polgármester és F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő kíséretében érkezett meg a térre, ahol a jelenlévők tapsa fogadta. A köszöntők sorát Újvári Imre polgármester nyitotta meg, aki a 2014 előtti állapotokról beszélt először, majd elmondta, hogy mára Tiszafüred egy dinamikusan fejlődő, programokban gazdag, járási központ lett. Tisztelt úr, tisztelt képviselő urak, a kormány megbízott úr, főjegyzőasszony, főtisztelendő plébános úr, nagy tiszteletű lelkész úr és kedves vendégek, nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy ilyen sokan elfogadták a meghívásunkat, hogy együtt ünnepeljük a Tiszató fővárosának újjáépítését, Tiszafüred új belvárosának alapkőletételét. Jókai Morton származik a következő idézet, amely így szól: csak azt tudja, hogy meddig mentünk, aki látta azt, hogy honnan indultunk el. Most 2014 óta hosszú utat jártunk be, sok munkát elvégeztünk, de hogy az elvégzett munka nagyságát érzékelni tudjuk, érdemes egy kicsit röviden visszatekintenünk. 2014 előtt az akkori polgármester és jegyzőcsődbe vitte a várost, adósságrendezési eljárás alá került Tiszafüred, és 4 milliárd forintos adósság csapdában vergődött a város, amely a kormány adósság konszolidációjának köszönhetően át lett vállalva, és Tiszafüred fejlődő pályára állhatott. Depusztult utak, közintézmények, munkanélküliség jellemezte a városunkat, és bizony nagyon komoly munkát kellett hozzá elvégeznünk, hogy Tiszafüredet újra fejlődő pályára állíthassuk. Mára a sivár és kisvárosi kép helyett egy dinamikusan fejlődő, programokban és beruházásokban gazdag járásközpont arculatát mutatjuk. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb területeken nagyon komoly eredményeket értünk el, legyen az egészségügy, oktatás, kultúra, sport, turizmus, gazdaságfejlesztés vagy infrastruktúra. Az önök támogatásának és a tiszafürediek munkájának, a kormány támogatásának köszönhetően a napjainkban 6 milliárd forintból valósultak meg, vagy vannak folyamatban fejlesztések. Meggyőződésem, hogy Tiszafüreden egyre többen gondolják azt, hogy jó úton járunk, és az elkövetkező évek a város sikertörténetét jelenthetik, soha nem látott fejlődés kapujában áll a városunk. Ez a fejlődés az önök támogatása nélkül nem jöhetett volna létre. És ahhoz, hogy ez a fejlődés látványos legyen, ahhoz kellett a kormányzati támogatás is, ezért külön köszönet illeti Varga Mihály pénzügyminiszter urat, dr. Fazekas Sándor miniszter urat, Kovács Sándor képviselő urat és a magyar kormányt. Nagyon sok olyan kormányhatározat született, amelyekben kiemelt támogatást kapott Tiszafüred, és a hazai források és a uniós források pedig lehetővé tették, hogy számos beruházás induljon el. Stabilizáltuk a költségvetést, és már a Tiszafüred gazdasági erősödése lehetővé teszi, hogy olyan társadalmi intézkedéseket indítsunk el, amelyek összhangban a kormány családtámogatási programjával helyben a lehetőségeinkhez mérten támogatják a tiszafüredi családokat. Tiszafüreden a gyermeket vállaló családokat napjainkban babacsomaggal támogatjuk, a 2 és 3 gyermekes családok iskolakezdési támogatását a duplájára emeltük, de nem engedjük el a tiszafüredi fiatalok kezét azután sem, ha elhagyják a középiskolát, és elmennek tovább tanulni, hiszen tanulmányi ösztöndíjjal támogatjuk őket, és az idősekről sem feledkeztünk meg. Tehát láthatjuk, hogy szépen haladunk előre, de még nem lehetünk elégedettek, sok munkát kell elvégeznünk, és ehhez most, október 13-án szükség van újra az önök támogatására. Szeretném megköszönni, hogy polgármesterként az elmúlt 5 évben Tiszafüredet szolgálhattam, és készen állunk a folytatásra. Hajrá Tiszafüred! Köszönöm a meghallgatást! Köszönjük szépen polgármester úrnak! A folytatásban felkérném F. Kovács Sándorra, a térségünk országgyűlési képviselőjét, hogy ossza meg velünk gondolatait. Tisztelt miniszter úr, képviselő úr,
kormányhivatal vezető úr, polgármester úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Szemünk előtt újul meg egy város. Szemünk előtt újul meg egy olyan település, amely méltán nevezhető a Tiszató fővárosának. Látjuk azt az utat, amelyet bejárt ez a méltán nagy történelmi múltra visszatekintő település Tiszafüred. Látjuk azt a történelmi múltat, és látjuk azt a jövőt, amelyet befuthat. Láttuk, hogy honnan indult. Láttuk azt a nehézséget, azt a vidéki kisvárosi jelleget, azt az elszürkülést, azt az elkopást, amit a 90-es évek eleje, 2000-es évek közepe hozott ennek a település számára. Láttuk a magas munkanélküliséget, a lerobbant középületeket, az eltűnő turistákat. És szemünk láttára újul meg ez a város. Szemünk láttára tör előre Tiszafüred. Látjuk azt a dinamikát, ahogy megújulnak a középületek, megújul Tiszafüred központja, és látjuk azt a lendületet, hogy megváltoznak az emberek. Hiszen a tiszafüredi emberek tenni akarnak, dolgozni akarnak, településüket szépíteni és építeni akarják. A tiszafürediek össze akarnak fogni. De látjuk azt a múlt erőit, akik vissza akarják hozni az omladozó épületeket, az eltűnő munkahelyeket, a lemaradó települést. És látjuk ennek a két erőnek a küzdelmét. De látjuk, hogy a jónak, aki haladni akar, aki tenni akar, annak mindenképpen győzni, győzedelmeskedni kell. Ehhez minden segítséget meg kell adnunk. A kormányzat minden segítséget megad. És Tiszafüred azt az utat, amit be kell járnia, azt a fejlődést, amit el kell hoznia, azt meg fogja tenni. Mert Tiszafüred megújul, Tiszafüred a régió vonzó és vezető településévé vált, és erről az útról nem szabad letérni. Kínai közmondás azt mondja, hogy a leghosszabb út is az első lépéssel kezdődik. Tiszafüred már megtette az első lépéseket. Óvodák, iskolák, városháza, a piactér, a főtér újult meg, meg fog újulni a strandfürdő, meg fog újulni, és már újul a szabadstrand, tehát Tiszafüred a Tiszató fővárosaként felteszi a koronát arra a fejlődésre, amely mindenképpen az önöké. Gratulálok polgármester úrnak, gratulálok a képviselőtestületnek, és gratulálok minden tiszafüredieknek, mert ez a munka, ez a fejlődés a tiszafürediek nélkül nem jöhetett volna létre. Gratulálok Tiszafürednek, hogy erről az útról, a fejlődés útjáról ne térjenek le. Gratulálok, és köszönöm, hogy itt lehettem. Köszönjük képviselő úr szavait, a folytatásban pedig felkérném Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter urat, hogy köszöntse a megjelenteket és ossza meg velünk gondolatait. Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket. Köszönöm a megtisztelő meghívást ide Önökhöz Tiszafüredre. Nem csak az Önök városa járt be hosszú utat az elmúlt esztendőkben, hanem ha visszatekintünk az elmúlt körülbelül 9-10 éves közös történetünkre, akkor azt láthatjuk, hogy egész Magyarország hosszú utat tett meg, amíg a csőd széléről elértünk odáig, hogy ma Európa egyik legsikeresebb országaként tartanak számon minket. Néhány évvel ezelőtt ez a kijelentés még nyilvánvaló túlzás lett volna, ma azonban már semmiképpen sem jelent elrugaszkodást a valóságtól. Hiszen büszkék lehetünk arra közösen együtt, hogy mára a magyar gazdaság tudja felmutatni a leggyorsabb növekedési ütemet Európában. Ki kötött volna erre fogadást 9-10 esztendővel ezelőtt? Mint ahogy valószínűleg arra sem fogadtak volna sokan, mondjuk 9 évvel ezelőtt, amikor rendkívül magas volt a munkanélküliség itt Magyarországon, hogy
2019-ben elmondhatjuk azt, hogy gyakorlatilag elértük a teljes foglalkoztatás állapotát. Az elmúlt 5 évben minden évet úgy zártunk, hogy Magyarország megdöntötte az éppen akkor addig aktuális beruházási és exportrekordot, és mára egy megerősödő Közép-Európa részeként fontos szerepet játszunk az egész európai kontinens jövőbeni versenyképességének alakulása szempontjából. Mindez azonban, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves barátaim, nem csak úgy lett, nem csak úgy ide pottyant közénk és elénk. Ahhoz, hogy ezt a hosszú utat bejárjuk, kellett minden magyar ember teljesítménye, kellett a magyar emberek szorgalma, áldozatvállalása és munkája. És kellettek azok a bátor vállalkozók, akik mindig megmerték hozni azokat a döntéseket, amelyek nyomán új munkahelyek jöttek létre Magyarországon. A nemzet teljesítménye tehát a helyi közösségek teljesítményéből áll össze. Ezért engedjék meg, hogy a magyar kormány elismerését és nagyra becsülését tolmácsoljam önöknek, tiszafüredieknek, hiszen önök hozzájárultak ahhoz, hogy Magyarország az elmúlt években egy igazi sikertörténetté válhatott. Ráadásul az önök fejlődése, Tiszafüred fejlődése itt az elmúlt 5 esztendő során egyértelműen tiszteletet parancsol. A város vezetés profizmusa és az itt élő emberek szorgalma együttesen most már számos fejlesztésben ölt testet, számos fejlesztés nyomán vált látványossá és láthatóvá. Hiszen látványos és látható, sőt érezhető is, hogy a város történetének legnagyobb út és csatorna hálózat fejlesztését hajtották végre. Látványos és látható, hogy már az ország legnagyobb kerékpáros centruma itt található, és azt nem tudom, hogy látványos-e, de mindenképpen valószínűleg érezhető az ivóvíz minőséget javító program eddigi eredmény sora, melyet nyilvánvalóan folytatni kell. Tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt polgármester úr, kedves barátaim! Az, hogy az elmúlt esztendőkben 3 fontos közintézmény energetikai korszerűsítése, a lipcsei elemér sporttelep fejlesztése, és a bölcsődei és óvodai korszerűsítések, új férőhelyek létrehozása végbe mehetett, azaz önök, vagyis a tiszafürediek összefogásának köszönhető. És az önök összefogásának és teljesítményének köszönhető az is, hogy a Tiszató, valamint a Tiszató fővárosa, Tiszafüred, mára márka nevek lettek. Hiszen az a páratlan természeti szépség, amit itt találhat az utazó, és az a lebilincselő, élményt nyújtó élővilág, amellyel itt találkozhatunk, az egyik legkedveltebb utazási célponttá tették ismételten Tiszafüredet és a Tiszatót a magyarországi és nemzetközi turizmus vonatkozásában is. És azt gondolom, hogy ez komoly fejlődési lehetőséget nyit meg a jövőre önök előtt. Hiszen az ide látogatók számának növekedése egy új dimenzió lehet a város fejlődésében. Ezért is gondolom, hogy jó döntés hozott polgármesterük akkor, amikor belevágott abban 400 millió forintos fejlesztésbe, amelynek nyomán a szabad strandjuk fog megújulni. Tisztelt hölgyeim és uraim, azonban világos, hogy egy városban nem csak az ide látogatókkal kell foglalkozni. Nagyon helyes, hogyha számukra a kellemes időtöltés minden feltételét biztosítjuk, de nyilvánvalóan a polgármesterük helyes döntést hozott akkor is, amikor az ide látogatók mellett az itt élők életminőségének javítását is a zászlajára tűzte. Ezért is fontos, hogy itt önökkel szemben, az én hátam mögött egy modern kor minden létező igényét kielégítő új piaccsarnok jöhet majd létre, erre 186 millió forint lesz, és emellett pedig természetesen a város megújulásának egy új fejezetét nyitja meg az új belváros megépülése. Egy város látványát, egy városról kialakított képet nyilvánvalóan alapvetően határozza meg, hogy hogy néz ki a város központja, a város főtere. Ettől lesz még szebb és még szerethetőbb az önök városa.
És túl azon, hogy mindezen sok beruházás és tiszteletre méltó fejlődés és fejlesztés nyomán majd Tiszafüred tovább erősödik, ezek a beruházások erősítik a magyar gazdaság teljesítményét is. Hiszen a turizmus stratégiai ágazat, a turizmus nagy mértékben járul hozzá a magyar gazdaság fejlődéséhez. És persze nem csak arról szól, hogy majd még több külföldi jön, és még több külföldinek az emlékeiben jelent majd egy szép fejezetet a Magyarország látogatás, hanem mi magyarok is sokkal jobban megismerhetjük a saját hazánkat. Az elmúlt három esztendőben már töretlen volt a turizmus fejlődése Magyarországon. A vendégéjszakák száma mindig legalább 10%-kal nőtt éves összehasonlításban, és legalább annyira a belföldi turizmusnak köszönhetően, mint a külföldi turisták látogatásai nyomán. Célunk az, hogy 2030-ra hazánk a közép-európai térség legvonzóbb, leglátogatottabb turisztikai célpontja legyen. Ehhez minden támogatást megadunk, és ehhez várjuk az önök segítségét és az önök összefogását is. Tisztelt polgármester úr, kedves barátaim, hogyha visszatekintenek az elmúlt esztendőkre, akkor azt láthatják, hogy a magyar gazdaság megerősödésében, Magyarország megerősödésében a vidéki városok és vidéki közösségek egyre növekedő szerepet játszottak. Ezért is van nagyon fontos szerepe annak, hogy kormány és önkormányzat szorosan együtt tudjon működni a helyi közösség és a nemzet érdekében egyaránt. Ezért szeretnénk a jövőben is a hangsúlyt az összefogásra, a nyugodt, építkező együttműködésre helyezni, a nyugtalanság, a feszültségek, a személyeskedés és a felesleges viták helyett. Ezért is van nagy jelentősége annak, hogy a jövő hónap közepén itt Magyarországon olyan polgármestereket és önkormányzati képviselőket válaszunk, akik az adott településen élnek, akik az adott településért élnek, ismerik a helyi adottságokat, a kihívásokat, tisztában vannak azok kezelési lehetőségeivel. Ezért fontos, hogy olyan képviselőket és polgármestereket válasszunk, akik készek, képesek és alkalmasak az együttműködésre, hogy a helyi közösségek és a nemzet is tovább gyarapodhasson. Polgármester úrnak tisztelettel gratulálok az eddigi eredményekhez, és jelzem neked, kedves barátom, hogy a folytatásra mi is készen állunk. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, köszönöm a megtisztelő meghívást. Ezt követően történt meg a tér közepén egy időkapszula elhelyezése és az alapkő letétele. A szervezők elmondták, hogy a fémtartályban fényképek vannak a belváros jelenlegi állapotáról, ezeken kívül az új projekt terveinek másolatát és az új néplap aznapi, vagyis szeptember 18-ai számát is megtalálhatja majd benne a még tovább építkező utókor. Az időkapszula és az alapkő elhelyezésére Szijjártó Pétert, F. Kovács Sándort, dr. Fazekas Sándort és Újvári Imrét kérték fel. A rendezvény utolsó részében nagy tiszteletű Szabó Konrád Sándor lelkipásztor áldása hangzott el, majd Baranyák Béla esperes prébános szentelte meg az alapkövet. Most nem bízták rá.
A folytatásban szeretném felkérni nagy tiszteletű Szabó Konrád Sándor urat, hogy áldja meg az elhelyezett alapkövet és az újonnan épülő város főterét. A Szentírásból tudjuk azt, hogy amikor Pál apostol egy városba betért, mindig a városnak a főterére ment legelőször, oda, ahol az emberek élték az életüket, a mindennapjaikat. Ezek a terek hallották a prédikációkat, és rengeteg csodának adtak helyet. Mi magyar emberként és tiszafüredikét, és ha visszatekintünk az elmúlt néhány évbe, akkor elmondhatjuk, hogy rengeteg csodának voltunk a részesei. És bízom abban, hogy ez az új főtér, az új városközpont is, a megújuló város rengeteg csodának ad majd helyt a mi számunkra, amelynek emberként, magyarként és keresztényként is egyaránt örülhetünk. Mindezeknek utána Istennek népe, te, aki ma váradalmakkal tekintesz a jövőre, és majdan Isten kegyelméből nagy csodáknak részese lehet, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, fordítsa az Úr az ő orcáját te feléd, és adjon neked békességet. Nagy tiszteletű úrnak nagyon szépen köszönjük. Felkérném Baranyák Béla címzetes esperes plébános urat, hogy szentelje meg az alapkövet és az újonnan épülő teret. Dicsértessék a Jézus Krisztus mindenekben, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Istenünk, bármely vidéken járnak azok, akik neked szolgálnak, te sosem vagy távol tőlük, és atyai pártfogással véded a benned bízókat. Mindazokat, akik ezen a téren közlekednek, és feléd járnak, átkelnek, indítsd és irányítsd kegyelmeddel, kísért segítségeddel. Oltalmad védje őket minden veszélytől, hogy szándékuk teljesüljön, és a kívánt helyre szerencsésen eljussanak. Krisztus, ami Urunk által. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.